Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! A mai nappal egy rendhagyó videóval készültem a számotokra, így ezen a télies április reggelen, ugyanis az történt, hogy 14 év után elköltöztünk a belvárosi lakásunkból, itt a 15. kerületbe, ebbe a épülő, felépülő, felújuló családi házacskába, és arra gondoltam, hogy összegeztem nektek a fő pontokat, amikben változtam így fiatal felnőtt korom óta, most így mondhatnék középkorúságomra, amire jutottam ez a 14 év alatt a mostani időpillanathoz, úgyhogy most beszélek hozzátok. Azt gondolom, hogy a főbb különbségek közül az egyik legfontosabb pont az, hogy akkoriban nem egy ilyen monogám beállítottságú emberke voltam, hanem sokkal inkább úgy gondolkodtam, hogy lehetőség szerint minél több nőt meg kell, hogy dugjak, ugyanis ez valahol jelképezi a férfiasságnak a mértékét, hogy hány nőt tudok megdugni, hány nőt tudok így elvarázsolni, magamévá tenni, és így a mennyiségre mentem rá elsősorban. És hát ez volt egy fő különbség, hogy a feleségem mellett tanultam meg azt, hogy inkább a minőségre tudjak rámenni, és az egy kapcsolatból kihozni a lehető legtöbbet. Tehát azt az energiát, amit arra fordítottam korábban, hogy minél több hölgyet tudjak a magamévá tenni, azt az energiát inkább arra állítottam át, hogy az egy szem kapcsolatomból hoznám ki a legtöbbet. Ezt mindenféleképpen egy elég komoly nagy különbségnek gondolom. Nagy különbség volt még az, hogy annak idején úgy gondolkodtam, hogy kizárólag az én utam a jó, mindenkinek azt kéne csinálni, amit én mondok, amit én teszek, és hát rá kellett jönnöm, hogy nem mindenkinek az a jó, amit én mondok, amit én tapasztalok, nem mindenkinek az én életutam a jó. Akkoriban ugye viszonylag hamar megvettem a Subaru autómat, amit azóta is megvan még, és arra gondoltam, hogy ez egy fantasztikus autó, és mindenkinek Subarut kéne vennie, mindenkinek pályáznia kéne, és hát így a marketing képességeimet bevetve rá is vettem nagyjából 10 ismerősömet, barátomat, hogy Subarut vásároljanak, és ott szembesülnöm kellett azzal, hogy nem mindenkinek adta vissza ugyanazt az élményt, mint amit én gondoltam, hogy adni fog. És ez volt egy olyan kis pont a fejemben, amit elindított egy ilyen kis triggert, változást, hogy nem mindenkinek az a jó, amit én mondok. Most már úgy kommunikálok, hogy elmondom, hogy mi a jó nekem, és inkább csak gondolatébresztőnek számom ezeket a tapasztalataimat, ezeknek a tapasztalatoknak a bemutatását, hogy mindenki gondolkozzon, hogy mi a jó neki. Most a Subarus példát félretéve akár, hogyha elmondom, hogy én megtaláltam a számításaimat mondjuk a monogán kapcsolatomban, azért, mert XYZ dolgokat, bizonyos dolgokat megteszek, és így tud működni jól a kapcsolatom. Itt is el tudtok gondolkodni rajta, hogy ha ti is megtennétek azokat a dolgokat, XYZ, AB, akármilyen opciókat, amiket én említek, és mondjuk jobban tudna működni a kapcsolatotok, az mondjuk jó lehetne nektek. Nem biztos. Van egy kedves barátom, az azt mondta nekem, hogy anyukám, sosem magadból indulj ki, mert elképzelhető, hogy egy seggfej vagy. És ez is a nagy tanulság, hogy bizony nem mindenkinek az a jó, amit én mondok, nem mindenkinek az a jó, amit én képviselek, és attól még, hogy valami nekem az én életemben működik, az nem garantálja azt, hogy nektek működni fog, a ti életetekben működni fog. Éppen ezért nem gondolom a saját utamat felsőbbrendűnek, nem gondolom a monogámiát felsőbbrendűnek, a Subarut felsőbbrendűnek, a mit tudom én, az egyik hobbimat sem gondolom felsőbbrendűnek. Azt gondolom, hogy mindannyian ugyanazt az értéket képviseljük, csak más tapasztalati utunk van, más dolgunk megtapasztalni éppen. És hogyha valaki azt gondolja, hogy ő felsőbbrendű a többieknél, vagy az ő útja felsőbbrendű a többieknél, akkor az bele tudja vinni egy olyan csapdába, hogy túlértékeli önmagát, nem tudja önmagát a helyén értékelni, és a többi embert így lenézi, és így, hát hogy is mondjam, szétklikkesíti maga körül a többi ember. Tehát csoportokra osztja szét. Van a ő, mint a jó, és mindenki más a rossz. És azok a jók, akik az ő útját képviselik. És ugyanerre a gondolatmenetre erősített rá ez a mostani pandémiás hisztéria is. Egyébként azt láttam, hogy főleg a politika megosztja az embereket. Te nem gondoltam volna, hogy egy betegség is ilyen szintű megosztottságot lesz képes végrehajtani. Úgyhogy most már úgy vagyok vele, hogy nem érdekel, hogy kinek mi a véleménye. Én sem akarom senkire se ráerőltetni a véleményemet. Nem érdekel, hogyha valaki hinni akar az oltásba, higgyen. Hogyha valaki azt akarja hinni, hogy a maszk veszélyes, higgyen ebbe. Hogyha valaki azt akarja hinni, hogy az egész betegség nem létezik, higgyen ebbe. Aki azt akarja hinni, hogy ha kilép az utcára, akkor embereket öl meg, higgyen ebbe. Bárki hihet bármibe, csak ne akarja a többiekre erőltetni a véleményét. Én sem akarom rátok erőltetni a véleményemet, akár a Covid-del kapcsolatban. Egyáltalán is biztos, hogy igazam van. Attól, hogy nekem van egy véleményem, az csak egy vélemény, lehet, hogy baromság a véleményem. Mert sem fogok menni a véleményem részleteinek a taglalásába, nem akarok senkit manipulálni semmilyen irányba.
És ez még egy nagy felismerésem az elmúlt időszakból, hogy ne akarjam ráerőltetni az emberekre a véleményemet. Igaz, videózom és elmondom nektek a véleményemet, de ezt is olyan formában igyekszem tálalni a lehető legjobban, hogy ez csak az én véleményem, amit elmondok nektek, nincsen tudományosan megalapozva. Persze, vannak olyan információk, amiket elmondok nektek, ami mögött van tudományos háttértartalom is, de alapvetően attól még, hogy egy információ mögött van tudományos háttértartalom, nem biztos, hogy rátok vonatkoztatva is igaz. Mindig eszembe szokott jutni ilyenkor a táplálkozásnak a kérdésköre. Ugye a táplálkozás kapcsán is ilyen hitrendszerek vannak, hogy azt gondolják például mondjuk a vegák, hogy mindenkinek vegának kell lennie, vagy a paleósok, hogy mindenkinek paleónak kell lennie, és ez megint csak egy baromság, mert ahány ember, annyiféle táplálkozási típus létezik gyakorlatilag. Egyébként főcsoportokban is nagyjából 200-300 típusba lehet sorolni az embereket, de ezen belül is végtelen típusban vagyunk sorolhatók táplálkozás szempontjából. Innentől nézve nem lehet egyetlen egy diétára azt mondani, hogy jobb, mint a többi, és az mindenkinek az a jó. Mert ahány ember, annyiféle személyre szabott diéta lenne mindenkinek, önmagára vetítve az optimális. Nincs olyan dolog a Földön, ami mindenkinek a legjobb. És ezt nagyon fontos megérteni, se politikai irányzatba, se kajálásba, se betegségbe, se szexbe, se párkapcsolatba, se semmiben. És ne is akarjuk másokra ráerőltetni az ilyen jellegű akaratainkat. Táplálkozási típusok ezt gyönyörűen bemutatják, hogy ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, és annyiféle dolog a legjobb nekünk. Amit én kommunikálok nektek párkapcsolatokkal kapcsolatban, az nekem és a feleségemnek működik. Valószínűleg sokaknak működhet, de nem biztos, hogy nektek is működni fog. Nem biztos, hogy abban a formában működik, ahogy elmondom nektek, és nem biztos, hogy az egész bármilyen szintű értéket képvisel számotokra. Igyekszem olyan információkat összeszedni, ami a lehető legtöbb embernek tud valamiféle támpontot találni, és egy ilyen spektrumot lefedni az információk, amiket átadok, amiből mindenki megtalálja azt, amivel tud azonosulni. Nem is mindenki, de lehető legtöbben meg tudják találni az azonosulási pontokat. Innentől fogva azt érzem, hogy van értékteremtő ereje annak a fajta kommunikációnak, amit én végezzük itt a YouTube csatornámmal előttetek, de hangsúlyozom, nem való mindenkinek az, amit én mondok. Ezt abszolút megtanultam az elmúlt időszakból, és talán ezek voltak a legfontosabb tanulságaim. Nem akarok mindenkit megdugni, a monogámiában megtaláltam a számításaimat, egy partnerből kihozni a maximumot, és amit én képviselek, az nem való mindenkinek. Találjuk meg azokat a pontokat, amikkel tudunk azonosulni, és ne gondoljuk viszont azt az utat jobbnak, mint a többit. Attól még, hogy te X pártra szavazol, és X pártban hiszel, most a politikára térve, nem leszel értékesebb ember, mint az, aki az Y útban hisz. Nem te vagy a jó fiú, és nem a többiek a rossz fiúk. Te képviselsz egy oldalt, a többi embert képvisel egy másik oldalt. És ez a nagy széthúzás, ez pont nem erősíteni kéne a széthúzást, hanem inkább valamiféle összetartó erőt kéne, elfogadást kéne erősíteni a világunkban. És az a baj, hogy nem érdeke politikusoknak az, hogy egységbe tudjanak az emberek gondolkodni. Akkor lehet az embereket jól irányítani, hogyha elégedetlenek, széthúzóak, egymásra utálkozóak, félnek. Az az ember, aki fél, elégedetlen, gyűlölködik, az az ember jól irányítható. És valahol ez is a célom, hogy erre ébresszem rá az embereket, hogy saját maguktól tudják magukat felépíteni, higgyenek magukba, szeressék magukat, legyenek elégedettebbek, boldogabbak. És hogyha egy ilyen, bármilyen picit is ebbe az irányba tudom mozdítani a világot, a magam kis pici szintjén a 3050 feliratkozommal, ahol jelenleg tartok, bármilyen picikét is ebbe az irányba el tudom mozdítani a világot, elégedettebb, boldogabb embereket tudok teremteni, akár csak egy ilyen pici mértékben, akkor azt gondolom, hogy már van értelme annak, amit teszek itt nektek. És hát ezzel a gondolatmenettel zárnám a mai videómat, még egy aprósággal készültem számotokra, bemutattam nektek a Rózsa utcai lakásunkat, ahonnan elköltöztünk. Nagyon szerettem itt lakni, de egyszerűen túlléptük, mind méretében túl pici volt, túl sötét volt. Nagyon jó volt ott lakni, de elmúlt az idő, váltani kellett. Itt a kert, hamarosan kiépítem, gyönyörű, szép lesz, úgyhogy ide átmozdultunk. Bemutatnám nektek még a lakásunkat, ahol laktunk, hogy át tudjátok érezni ti is, hogy hol töltöttem életemből 14 évet. Most elköszönök tőletek,
a jövő héten, nem tudom, hogy fogunk, nem tudom igen, hogy találkozunk, de egy hónapon belül biztos, hogy csinálok meg egy videót, és az energia megtartásra fog beszélgetni, a szexuális energia megtartásról. Úgyhogy addig is jók legyetek, Ilja János voltam, mutatom nektek a videót, és sziasztok!